Egy csepp ebből, egy csipet abból, összerázni aztán az egészet, jól elkeverni. Sikerült! Sikerült! Szia, miau! Azt hiszem, végre sikerült! Elég egy kamány ebből a kocsvalékból, és nincsenek többé törvények. Persze, persze. Előbb még egy utolsó próba. Nagyszerű, ha ez egy ostoba állattal ilyen jól sikerült, milyen hatással lesz majd a törpökre? De Dulifuli, ne legyél már olyan Dulifuli. Gyorsabban megy a munka, közben szórakozunk egy kicsit. Figyelj csak! De milyen jó! Utálom a szórakozást. Jaj, ne vesz már egy kicsit, hidd el, neked is jót tenne. Ki nem állhatom azt, ami jót tesz nekem? Tudom már, mivel nevettetlek meg. Az új állarcsommal. De nehogy lesz. Többé nem is kell látnunk a törpöket ahhoz, hogy elkaphassuk őket. Néhány csöpp ebből, és már is halljuk, hogy merre járnak. Ezen biztos, hogy még te is nevetni fogsz, Dulifuli. Várj, még nem vagyok készen. Figyelj csak! Egyet már is találtuk, arra vannak! De hát miért nevetsz, hiszen még rám se néztél? Ezért nevet. És te is mindjárt nevetni fogsz. Látod, kis cicám? Nincsen semmi esélyük. Vigyük haza őket, és nézzük végig, hogy halnak meg a nevetéstől. Azt mondta, meghalunk a nevetéstől. Nevetés! Mi van is lehet, hogy előbb inkább megfulladunk? Pont a vízesés felé sodródunk. A vízesés felé. Ki nem állatom a vízeséseket? Jó erősen üs rá, ügyifogyi, de vigyázz az ujjamra. Jó, okoska, akkor csapok. Ne haragudj, okoska, a másik ujjadra vigyáztam. Igaz az a mondásom is, hogy csak akkor sikerül valami törpéletesen, ha saját magad csinálod. Okoska, nézd csak! Jé, ott úszik Tréfi és Dulifuli. Segítség! 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 Hogy integetnek nekünk? Szia Tréfi, szia Dulifuli! Segítség! Segítség! Ezek nem integetnek, hanem fuldokolnak. Gyere gyorsan! Az életmentő bátor okoska! Eresz le, ügyifogyi! De okoska, ez... Most nincs időnk vitatkozni. Eresz le gyorsan! Rendben van! Jaj! Segítség! 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 Fogd erősen! Segítség! Segítség! Mindenki a szörnyet halunk! Igen, ott a sziklákon! Nem, mi nem engedjük! Húzd meg! Húzd meg! Nézzétek, a kötél mindjárt elszakad! Én még nem akarok meghalni! Ez nem sokon múlott. Igen. Kis ilyen kikifattuk. Jaj, szegény törpök, miért nem tudják abba hagyni a nevetést? Én nem tudom, de törpapa biztos tudni fogja. Nem hiszem, hogy betegek. Mi törpént veletek, kis törpjeim? Hát, azt akarja mondani, hogy hókuszpók! Ez bizony nem nevetni való dolog. Gyorsan ki kell főznöm valami ellenszert. Ó, mi nem segíthetnénk valamivel? Kitaláltam valamit, játszom nekik egy szomorú dalt.
Hát, ez nem jött be. Görbilla, ez lehet, hogy olyan, mint a csuklás, és ha hirtelen megijesztenénk őket. Nagyon jó ötlet, Skaredi. De, hogy nem. Na, ez biztosan segíteni fog. Egy kis pálma kivonat, hozzáadjuk a hagymaolajat, és a dupla adag krokodilkönnyet. Vigyázat, kész a könyvfakasztó főzet! Hála a törpnek, sikerült, abba hagyták a nevetést. Úgy látszik, hogy túladagoltam. Gyertek, törpjeim! Nem használt az ellenszer. Új főzetre valót kell szednünk az erdőben. Ezt a kosarat vissza kell juttatnunk a faluba. Ezen múlik a törpség léte. Remélem, törpapa nem sokára kész lesz az új főzettel. Vigyázat, vigyázat, kész van! Lényegezzetek, jó mélyeket! Úgy látszik, meggyógyultunk. Szentséges törpegyek, csillámló viharfelhő és erre tart törpöltő. Igen, istenpapa. Hozd ide az összes tűdet és cérnádat. Igen, istenpapa. A törpiek pedig hozzák ide a lepedőiket. Igen, istenpapa. A lepedőket? Jé, épp most akar törpapa nagy mosást rendezni. Ne foglalkozz ezzel, Ügyifogyi. Tedd, amit törpapa mondott. A szélirány éppen a legkedvezőbb. Hamarosan az egész erdőt elborítja a csillámfelhő. És akkor a kis ruska kénységek azonnal elárulják magukat ezzel az ostoba vihogásukkal. Gyorsan, törpikéim, mindjárt fölénk ér a csillámfelhő. Majd nem kész, törpapa. De ilyen roham munkában nem lehet tökéletesen összeilleszteni. Húzd meg! Húzd meg! Húzd meg! Siess, törpapa, siess! Éppen beértünk. Itt várjuk ki Hókuszpók viharának a végét, aztán Móresre tanítjuk őt. Már készen is van a tervem. Na! Ennyi biztosan elég lesz. És nem sokára meghalljuk a vihogásokat, és akkor szépen kivárjuk, amíg halálra röhögik magukat. Igyekezzetek, törpök, húzzátok erősen. Vigyázzatok, nehogy látogasson egy csillám. Húzd! 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 Törpéletes! Most becsalogatjuk Hókuszpókot a fa alá, aztán ráöntjük a csillámait. Figyelem, nevetés! Gyerünk, gyerünk, ezt Hókuszpók nem fogja meghallani. Szívvel, lélekkel! Utálom, ma úgy kell csinálni. Miért? Mi az, hogy szívvel, lélekkel? Szívvel, lélekkel? Ez a kifejezés nagyon közel áll hozzám. Mindazonáltal... Jó, nagyon jó, ez már sokkal jobb. Hely, Siamyau, röhögnek a lökött törpök. És szívvel, lélekkel. Elég lesz, készítsétek elő a zsákot, úgy hallom, jön Hókuszpók. Jön Hókuszpók. Hát ez nagyon vicces. Jaj, ez nem lehet. Hallod benneteket, rákságaim, és most már látnak is. Nevessetek csak, de ami most következik, az nem lesz olyan mulatságos. Ennyi préma kísérleti állat. Na, melyik ötöket csinálj meg a forró olaj kísérletemet? Forró olaj? Az bizony meleg lehet. Hogy inkább a mély hűtős kísérletet parancsoljátok? Ez mi? Kint rekedt a többi jókedvű törp?
Szia, miau! Kiegészítjük a gyűjteményünket. Hol vagytok, ti kis kacagó kékségeim? Itt, Hókuszpók! És most rajtad a nevetés sora, barátocskám! Vagy ne! Kérlek, ne! Jaj! Ők már ittak az ellenszeretből, de azért neked is hagytunk egy keveset. Isten veled! Igazán jól mulattunk. Ez az ellenszer majd megszabadít ettől a szörnyű vihogástól. Akkor elkapnak benneteket. Nincs több ellenszer. És amíg újat főzök, az hetekig eltart. Ha 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 ha